Az elszakadás áll előttünk, világi lárban csalogat. Az úton néz mindenki köztünk, kigyúl az ifjú gondolat. Tisztelettel köszöntöm a Kodolányi János Középiskola és Kollégium vezetése és tanárai nevében kedves vendégeinket, és külön tisztelettel köszöntöm Mészáros Attila urat, Székesfehérvár megyei jogú város alpolgármesterét és a ballagási ünnepély főszereplőit, a nappali tagozatos végzős diákokat, valamint érettségiző, levelező tagozatos diákjainkat. Műsorunk kezdetén kérjük, hallgassák meg Hegedűs Zorka és Szaltik Ádám 5. A-osztályos tanulók köszöntőjét. Jobbágy Károly, ballagás. Az életed egy új fordulatot vesz, egy régi ajtó zárul be előtted. De ne félj, ez nem a vég, hanem egy kezdet, egy új, ismeretlen kép. Soha ne felejtsd el, akik téged szeretnek, soha ne fordíts hátat az embereknek. Szeresd a szépet, keresd a jót, ha szükséged van rám, én mindig itt vagyok. Tudni akarod, hogy mit gondolok? Rendben, neked elmondhatom. Új diákok, tanárok és új iskola. Sok minden változik, de te maradj önmagad. Hogyha megfogadod a tanácsom, semmi baj nem érhet a világon. De légy erős, kitartó és bátor, amilyenre szeretnéd, úgy formáld a világot. Felkérem tisztelettel Mészáros Attila alpolgármester urat, hogy tolmácsolja dr. Csárpalkovics András polgármester ballagóknak szóló üzenetét. Kedves végzős diákok, balladó diákok, igazgatóasszony, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy dr. Csárpalkovics András polgármester úr és a város nevében nagy tisztelettel köszöntsem önöket, benneteket. Kedves balladó diákok! Az időjárás sajnos megakadályozta, hogy a közös városi ballagáson köszönthessek el tőletek 16 iskola 66 osztályának 1626 diákjától. Engedjétek meg, hogy így ezt most általam engedjék meg, hogy polgármester úr üzenetét itt tolmácsoljam. Itt mondok nektek köszönetet, valamint kívánok minden jót, egészséget és szerencsét ahhoz a bizonyos nagybetűs élethez. Köszönjük nektek, hogy az elmúlt években megteremtettétek azt a hangulatot Székesfehérváron, amire csak a fiatalok képesek. Köszönjük nektek azt is, hogy aktívan vettetek részt városunk közösségi életében. Városi és iskolai ünnepségek, versünnep, Fehérvár hangja, diáktanács, táborok, színházi előadások, sportélet. Ezek mind-mind elképzelhetetlen lett volna nélkületek. Folyamatosan bizonyítottátok, hogy a mai időkben sem igazak a bezzeg a mi időnkben, és ezek a mai fiatalok üres közhelyei. Székesfehérvár büszke rátok, és szeret benneteket. Örülni fog, és büszke lesz minden olyan fiatalra, aki a jövőben is városunkat tekinti majd otthonának, de büszke lesz arra is, akit máshová visz ugyan majd az élet, de soha nem felejti el, honnan indult, és hogy Székesfehérváron élte meg azokat a bizonyos csodálatos diákéveket. Kedves ballagó diákok, most kiléptek az életbe. Egy ismeretlen szerző azt mondja, hogy az élet egy nagy vászon, te az olló. Csak rajtad múlik, hogy mit szabsz ki belőle. Ki tovább tanul, ki dolgozni kezd. Kívánunk nektek a nagy utatokhoz jó egészséget és sok-sok boldogságot. És ne felejtsétek, amit egy sikeres ember, Michael Jordan, a világ valahol talán legjobb kosárlabdázója mondott. Pályafutásom során több mint 9000 dobást elhibáztam. Vesztettem csak nem 300 mérkőzésen. 26-szor vétettem el a rám bízott, győzelemhez szükséges utolsó dobást. Újra és újra hibáztam az életemben. Ezért tudtam mindig előrelépni. Én polgármester úr és a város nevében gratulálok nektek az idei ballagáshoz. Sok sikert kívánok a hétfőtől rátok váró megmerítetésre, és bízom benne, hogy ha néhány évre ugyan elváltok városunktól, de visszajöttök és tovább gazdagítjátok városunkat. Köszönöm szépen!
Ne legyen soha ez a dal bugós irám a bánatomnak. Én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te. Olyan épp ez a dal. Következik a Csokoládé Tündér tánca Csajkovszki Diótörő című balettjéből. Előadja Nagy Petra klarinéton, Nagy Lívia fuvolán, aki az idei Fejér megyei diáknapokon a könnyű zene kategóriában bronz minősítést kapott. Zongorán kísér, Nincs Kovács Eszter tanárnő. Következik Szabó Dorottya 11. C osztályos tanuló előadásában Juhász Gyula Adagio című költeménye. Dorottya idén a Fejér megyei diáknapok könnyű zene kategóriájában arany minősítést kapott. Juhász Gyula Adagio. Úgy szálljon hozzád ez a dal, mi csillagfénye alkonyán. Szeliden, csendesen, mosolyogván. Te szép, te kedves fiatal. Úgy szálljon hozzád ez a dal. S úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér garambasz estve, fáradtan enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar. Úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirám a bánatomnak. Én hordozom csak. Én tudom csak. Sugaras, rózsás, fiatal. Mint te, olyan épp ez a dal. A ballagtató osztályok nevében foglalta össze gondolatait, és búcsúzik a ballagó diákoktól Tóth Anna Mária, 12. A osztályos tanuló. Kedves ballagó diákok! Karinthy Figyes szerint azért mérjük helytelenül az időt, mert ehhez egyetlen mértéket használunk csupán. Azt, ami az átérés sebességét méri. Pedig Einstein óta jól tudjuk, hogy az idő relatív, hiszen hossza soha nem az átélés sebességétől függ, hanem az átélt élmények minőségétől. Ismét eltelt egy év. Tavaly még ti díszítettétek az osztálytermeket, a folyosókat, ti gyűjtöttétek a virágokat,
és ti vártátok a legjobban, mikor mehettek már végre haza. Most újra itt vagyunk, mert ti vagytok díszben, virágok, ajándékok között. És mi díszítjük a termeket, gyűjtjük a virágokat. Nektek szól a ballagási dal. Értetek, öltöztünk fel ünneplő ruhánkba, és reméljük, megtettük mindent, hogy ez a ballagás emlékezetes, megható, mégis vidám legyen. Az itt eltöltött évek során kiismertetek mindent. Tisztában vagytok vele, melyik teremben melyik szép villeg. Hol csikorog leginkább a kréta, és hová kell ülni ahhoz, hogy észrevétlenül lehessen puskázni. Az itt eltöltött évek során formálódott egyéniségetek a sokat látott és sok mindent megért falak között. Számtalan egyéni és közösen átélt élmény. A különböző iskolai rendezvények, a mindennapok feladatai, nehézségei. Gyakran megélt öröm és bánat. Számtalan siker és kudarc. Időnként gondok és nehézségek a tanulásban és az élet más területein. Az osztály és iskolatársakhoz, tanáraitokhoz fűződő viszony. Ezek mind-mind itteni életetek természetes velejárói. Mit adtak, mit jelentettek és jelentenek számotokra ezek az évek? Mit kaptatok az évek során? Hogyan értékeltétek az eddigieket, és miképpen látjátok most, és majd az időtávlatából? Milyen emberekké váltatok? Felkészültetek-e kellőképpen az egyre önállóvá váló életetekben elkövetkezendő és várható nehézségekre és a nem várt eseményekre? Meg tudtok-e felelni a kihívásoknak? Szereztetek-e elegendő tudást, ismeretet, hogy el tudjatok igazodni az útvesztőkben, hogy a bizonytalan, viszontagságos körülmények között is tájékozódni tudjatok a világban, hogy egyáltalán tovább tudjatok indulni a számotokra előkészített úton? Erre a sok-sok kérdéssel mind a saját szívetekben találtok választ, és bíznotok kell abban, hogy a legtöbb kérdésre a felelet egy egyszerű igen lesz. Most megkapjátok a választ a régóta fontolgatott kérdése is. Vajon fogtok-e sírni a ballagáson? Mit is sírattok ilyenkor? A barátságokat, melyeket az idő és a távolság minden tiltakozásunk ellenére szétzilál. Az osztály egészének hangulatát, és ezeket a, ha nem is mindig, de állandóan újult erővel és kíváncsisággal induló hétköznapokat. Szüleitek és a későbbiekben ti magatok is majd gyakran mondjátok, hogy ez a felhőtlenül szabad, néhány középiskolai év volt életetek legboldogabb időszaka. Most eljött a pillanat, mikor itt hagytok minket, és kiléptek a nagybetűs életbe, ahogy ezt mondani szokás, és talán sohasem néztek vissza. Kicsit irigykedve nézek most rátok. Mától egyre inkább csak magatokra kell támaszkodnotok, új akadályokat kell átlépnetek, és lesz nagyobb gondotok is, mint egy fizika dolgozat megírása, legalább kettesre. Úgy látszik, ez az életrendje. Mindig máshová kerülünk, és mikor már megszoknánk, megszeretnénk új helyünket, ismét mennünk kell. Néhány éve még kis gólyák voltatok, és nektek kellett a gólya héten végigcsinálni a kínos, ám visszagondolva kattogtató feladatokat. Remélem, majd csak a szép dolgok maradnak meg emlékezetetekben. Hiányozni fogtok, még ha nem is gondoljátok. Nehéz lesz jövőre a helyetekbe lépni, de mindent megteszünk ennek érdekében, és ígérjük, mi is megpróbáljuk rendreinteni az új diákokat. Hamarosan itt az érettségi. Őszintén remélem, hogy mindenkinek sikerül úgy teljesítenie, és oda megérkeznie, ahogy és ahova elképzelte. Bár most elhagyjátok az iskolát, de a kapuja mindig nyit vál előttetek, hiszen mi továbbra is szívesen látunk a falai közt minden egykori diáktársat. Bárhová is sodorom benneteket az élet, egy részetek mindig ide fog tartozni, hisz itt nőttetek fel, itt kaptátok meg az alapköveket, melyeket a továbbiakban egész életetek során építhettek majd. Reméljük, sikerrel fogjátok ezeket hasznosítani. Megérdemlitek a boldogságot és a boldogulást. Mi, itt maradó diáktársak, pedig sok sikert kívánunk a továbbiakban, mind az érettségihez, mind a nagybetűs élethez. Kedves ünnepeltek! Engedjétek meg, hogy most a zene hatalmával kívánjunk nektek minden jót. Most hallgassuk meg Lovas Zsanett 11. D-osztályos tanuló Ír Áldás című dalát. Zsanett a Fejér megyei Diáknapok könnyű zene kategóriájában aranyminősítést kapott.
életre, melegítse arcodat a fény, és még újra találkozunk, tartson téged tenyerén az Úr, és még újra találkozunk, őrizze meg tégedet az Úr. Nagy örömben majd találkozunk, amíg újra látjuk egymást, Isten a kezében tartson meg. Amíg újra látjuk egymást, Isten a kezében tartson meg. Végzős tanulóink nevében Vörös Viktor, 16. B-osztályos tanuló, a felnőttek nevében Fajt Zoltán, levelező 12. B-osztályos hallgató köszön el iskoláktól. Tisztelt intézményvezető asszony, tisztelt tanáraink, kedves szülők, családtagok, barátok, drága diáktársaim! 2015. május 2-a. Ez a nap a mi életünkbe úgy íródik be, mint a nap, amikor felléptünk felnőtté válásunk létrájának első fokára. Azt, hogy idáig jutottunk, és főleg azt, hogy azok lettünk, akik ma vagyunk, sok mindenkinek köszönhetjük. Köszönhetjük családunknak, tanárainknak, barátainknak, hálával tartozunk minden dicséretért, vigasztalásért és építő kritikáért. Hadd forduljak elsőként azokhoz, akik már az első lépéseinktől vigyáztak ránk, akik mindig ott voltak, ha segítség kellett, akikre elsőként mosolyogtunk és nevettünk. Azokhoz, akiknek elsőként toporzékoltunk a játékbolt kirakatánál. Hozzátok, drága szüleink! Olyan sok mindent szeretnénk most megköszönni. Annyi mindenért hálásak vagyunk, hiszen ti vagytok azok, akik akkor sem fordítottatok nekünk hátat, amikor saját magunkat is nehezen tudtuk elviselni, vagy amikor mindenkinél okosabbak voltunk. Ahogy az egyik tisztelt tanárunk említette, a szülőnek gyermeke tínézserkorát túl kell élni, mert ha előtte jól végezte dolgát, akkor pontosan olyan embert nevelt belőle, akit szeretett volna. Most azt hiszem, bátran mondhatjuk, ti mindent megtettetek azért, hogy megalapozzatok nekünk egy olyan életet, amire mindig is vágytunk. Tudjuk, hogy számotokra mi voltunk és vagyunk a legfontosabbak, és ennél jobb érzés nincs a világon. Köszönjük! Köszönjük, hogy számotokra mindig azok a kisgyerekek maradunk, akik egykor voltunk, és hogy hozzátok bármikor visszatérhetünk a vigaszra, segítségre, vagy akár csak egy kis nevetésre vágyunk. Tudjuk, hogy nektek is nehéz, hiszen kiröppenünk. Nélkülünk nagy lesz a csend a lakásban. De ne feledjétek, a továbblépés és a felejtés nem ugyanaz. Mindig hálásak leszünk. És bár jövőre a legtöbben már nem leszünk otthon minden nap, biztos vagyok benne, hogy nem szabadultok meg tőlünk ilyen könnyen. Igyekszünk majd minél többször visszatérni és boldogítani titeket. Köszönünk mindent! Tisztelt tanáraink! Tartalmas 4, illetve 5 év volt ez számunkra. Megtanultunk tanulni, felelősséget vállalni tetteinkért, és nem mellesleg megtanultuk, hogy hogyan kezeljük a kétségbeesésünket, olykor dürohamainkat egy rosszul sikerült dolgozat eredménye láttán. Rengeteg értéket kaptunk itt. Önök igyekeztek minden tudást átadni nekünk, amit csak lehetett. Hálásak vagyunk azért is, hogy bármikor fordulhattunk Önökhöz.
Köszönjük, hogy megértőek voltak velünk. Sok szép pillanatot őrzünk a szívünkben a közös percekről. Rengeteg tanácsot kaptunk, és ezek útmutatóul szolgálnak majd mind az egyetemi, mind a későbbi éveinkben. Tudjuk, hogy sokszor nem volt velünk könnyű, hogy eleinte még nagyon gyerekek voltunk. Azt, hogy most százszor érettebben, felkészültebben állunk itt, az nagy részben önöknek köszönhető. Hálásak vagyunk. Diáktársaim, hányszor hallottuk szüleinktől, tanárainktól, idősebb rokonainktól, hogy bezzeg az én időmben. Vagy hogy a régi szép időkben. Egy bölcsember szerint a fiatal az, akinek fogalma sincs róla, hogy a régi szép idők az most van. És milyen igaz, az, amit most megéltünk, a közös pillanatok, a hangos nevetések, a vicces vagy éppen tanulságos történetek azok, amelyeket egyszer majd mi is úgy mesélhetünk a régi szép időkben. Szívesen mesélnék történeteket rólunk, az osztálykirándulásokról vagy a közös bulikról, de ezt egyrészt azért nem teszem, mert sosem jutnék a végére, másrészt pedig néhány dolog jobb, ha sosem derül ki. Egyébként jó gyerekek voltunk, igyekeztünk sokat tanulni, művelődni, de fiatalságunkból kifolyólag volt, hogy elkalandoztunk, álmodoztunk. Nem egyszer fordult elő, hogy a hosszú tömött tankönyvi sorokat olvasva azt mondtam, kész, vége, feladom. De szerencsére a legtöbbször nem voltam egyedül ezzel az érzéssel. Így a barátokkal egymást támogatva mindig túllendültünk az apróbb, nehéz pillanatokon. Tudjuk, hogy nem voltunk mindig angyalok. De ahogy Oscar Wilde megfogalmazta, csak egyszer vagyunk fiatalok. Utána más mentséget kell keresnünk. Bár még korán sem ért véget a fiatalságunk, azt hiszem igyekeztünk kihasználni az adódó lehetőségeket. Sokan mondták, mielőtt idejöttünk, hogy a gimnáziumi évek lesznek a legszebbek az ember életében. Nos, nem tudom, mit hoz a jövő, de remélem, hogy az elkövetkezendő esztendők is legalább olyan boldogok lesznek, mint az elmúlt 4, illetve 5 év volt. Diáktársaim nevében szeretném megköszönni mindenkinek, aki részese volt életünk egyik legszebb szakaszának. Tisztálkodó, jelmezni fogsz. Tisztelt rokonok, barátok, kedves tanáraink, diáktársaim! Nehéz szívvel állok most itt önök előttetek, és a feladat előtt, mely szerint diáktársaim nevében is búcsúznom kell iskolánktól, tanárainktól és az elmúlt évektől. 3 évvel ezelőtt nagy feladatra vállalkoztunk. Elhatároztuk, hogy érünk a második eséllyel, és felnőtt fejjel ismét iskolapadba ülve pótoljuk, amit sok évvel ezelőtt elmulasztottunk. Tudtuk, hogy vállainkra súlyos terhet veszünk, hiszen család, gyereknevelés és munka mellett kell majd helyt állnunk. Eleinte kissé kényelmetlenül éreztük magunkat az iskolapadban, nem sokkal később pedig már feszengve vártuk az első vizsgákat. Mindeközben visszaköszönt sok megfakult emlék rég volt diák éveinkből, de az érzés már nem volt ugyanaz. Felnőttként az ember már másképp éli meg az iskola, máshoz nem hasonlítható hangulatát. Küzdelmes időszak volt, tele nehéz pillanatokkal, mikor hol egyikünk, hol másikunk játszott a feladás gondolatával, de az évek, a közös élmények és megpróbáltatások olyan csapattá kovácsoltak bennünket, amelyből erőt merítve, egymást segítve haladhattunk tovább. És most itt vagyunk, megcsináltuk. Visszagondolva magunkénak érezhettük a költő szavait, ez jó mulatság, férfi munka volt. A mai nap azonban nem csupán a búcsúzásról szól, hanem a köszönetről és a háláról is. A magunk ereje és akarata a szükséges minimum, de ez önmagában aligha lett volna elég. Vállalkozásunk sikere elképzelhetetlen lenne családtagjaink támogatása, bátorítása és segítsége nélkül. Nekik jár az első és legfőbb köszönet. Együttérzésük, vigasztalásuk a kudarcok idején, bátorításuk a csüggedés óráiban, áldozatvállalásuk a mindennapokban azért, hogy mi tanulhassunk,
nem csak emberi kapcsolataink erőpróbája volt, de lelkünket megerősítve segített bennünket az úton, mely a mai ünnephez vezetett. Kedves tanárunk! Szeretnénk Önöknek is köszönetet mondani áldozatos munkájukért. Hálásak vagyunk, hogy vállalták a felnőtt képzés nem mindig örömteli feladatait, és energiát, fáradtságot nem kímélve segítettek bennünket az úton, mely a mai naphoz vezetett. Kedves diáktársaim! Hiszem, hogy a tanulás sohasem önmagáért való. Mindaz, amit megtanulunk, életünk során formál bennünket, új igényeket támaszt, és újabb tanulásra tartal. Az általa megszerzett tudás pedig nem csak magunk számára hasznosul, de szűkebb vagy tágabb környezetünket is formálva válik életünk egyik legfontosabb, felelősségteljes feladatává. E gondolatok közt búcsúzom magam és diáktársaim nevében iskolánktól, tanárainktól, diáktársainktól, abban a tudatban, hogy az itt eltöltött idő maradandó nyomot hagyott bennünk, és búcsúzom abban a hitben, hogy mi magunk is itt hagyunk valamit a sokat látott falak közt, tanárunk szívében és emlékezetében is, valamint az utánunk érkezőknek az örök érvényű állítást igazolandó, tanulni sohasem késő. Az előttünk álló erőpróba az érettségi árnyékában érezzük már annak súlyát, de a mai nap még szóljon az ünnepről, teljen a meghitt pillanatjegyében, hiszen kevés ünnepeink egyik ez a nap. Legyetek büszkék rá, hogy most itt álltok egy nehéz út végén, mely mint mindig, most is egy új kezdete is egyben. És ehhez az újhoz, az abban rejlő feladatokhoz, a jövő terveinek megvalósításához kívánok sok erőt és kitartást, rendületlen hitet és akaratot. Útravalóként idézem Kemény Zsigmond szavait. Kitűnővé egy szerencsés perc által is válhatunk. Hasznos emberré a fáradtságos évek tesznek. Isten Önökkel, Isten veletek! Kedves Ballagó diáktársaim! Ünnepségünk további részében hallgassuk meg a következő műsorszámot Szembefordított tükörcserepek címmel. Közreműködnek a ballagtatók nevében Horváth Viktória és Éles Dorottya 12. A-osztályos tanulók, valamint Liptai Ildikó 13. A és Kurt Patrik 12. C-osztályos végzős diákok. Ez a nap majdnem olyan, mint a többi, de az emlék már a holnap határát tölti. A holnap most még csak álomvilág, de a perc itt van, mosolyan nyit rád. Legyen erőd, legyen hited, míg utadon terhedet viszed. Tudj nevetni, játszani örömmel, hogy a holnap szeretni jöjjön el. Mai a nap, amikor kezdődik az életem. Ma világpolgárrá váltam, ma felnőtt lettem. A felelőssé váltam másokért is, nem csak saját magamért és a szüleimért. Többért lettem felelős, mint a jegyeimért. Ma felelős lettem a világért, a jövőért, és minden lehetségesért, amit az életem kínálhat. A feladatom kiállni nyitottan, határozottan és készen, hogy mire, nem tudom. Bármire, mindenre. Az életre, a szerelemre. Vállalni a felelősséget, élni a lehetőségekkel. Ma, barátaim, életek kezdődnek. Néktek ragyog ma. Tiétek az ünnep, a szó, a könny, a mosoly és a virág. Körétek gyűlik szinte a világ, és mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Az életet, mely jutalmaz és büntet, és melyben az ember örökké diák. Most jelképezi zöld májusi ág, s halljuk, reménytől szívetek, hogy lüktet. Szép lassúsággal, búsan szól az ének. Föl-fölrepülne, leszel tétovász. A sok kopott pad integet felétek. Tán könny is csordul, nem tudni okát. Elsápadva a messzességben néztek, a szívetekben fölzeng, hogy tovább. Mi összekötött minket, mi megszokottá vált, az most egy pillanat alatt a távolba szállt.
Most itt állunk még együtt, s miénk a pillanat. Nem kell semmit mondani, nem kellenek szavak. Helyettük beszél a csend és a néma könnyek. A megszeretett idők után most újak jönnek. S az utolsó percek súlya pihen most rajtunk. Sokat adtunk egymásnak, s cserébe emlékeket kaptunk. Emlékeket, melyek örökké élnek bennünk, még akkor is, ha én s ti is más útra léptek. Bár az utat csak a tiéd, egyedül nem leszel soha, hisz a segítség kell, mindig találsz. Mert a szülői hátképe mindig ott lebeg, s a régi iskolád is mindig integet. Valahány szó csak szükséges, ők mind segítenek. Most egy új úttal, egy új élet kezdetét veszünk. Most pedig, hogy látjuk, végleg elmegyünk, hátradott évek vannak velünk. Nézem ott a téren, friss szellő legyint, nagybetűs élet, virán kacsint. Kacsincsunk hát vissza, ott van a helyünk. Nem tudnunk kell mindig, honnan is jöttünk. Szeresd, hirdeld és old meg az igazságot. A kis és nagy igazságot. A köznapok és a végzetes percek igazságait. Mindig bátran és félelem nélkül. De nem állt a közben, mosolyogsz is. Magadon is, az igazságon is. Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem. Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem. Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés. Merész leszek, mert annak kell lennem. Barátja leszek mindenkinek, ellenségnek, társadalomnak. Ajándékozom, és elfeledem az ajándékot. Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet. Felnézek, és nevetek, és szeretek, és magasba emelek. Ez a perc, most itt a holnap. A részélet átkapó szűrődik át eleven hibogató nevülete. Életed, hogy létezel a kedves sárból, fontos, és számít, hogy merre indulsz vele. Az élet értelme, azt hiszem, az élet maga, mert nélküled szegényebb lenne a világ. Amit te adsz, csak te adhatod, nem pótolhat téged senki más. Add hát magad, add szívből is igazán, mert a Földnek szüksége van rád. Barátom, tudod, ma úgy tűnik minden pillanat. Némán átszol a homokor a parányülésén, és kezünk közt csak a múlt marad. Nem akarom, hogy emlék legyen csupán, nem akarok szomorú falevél lenni a múlt őszi teraszán. Mondd, hogy legyek bátor, tavaszi rűd, melyből gyümölcsöt ér a volt augusztus gyerekem. De azt akarom, tisztán és fehéren, legyetek vígak és bátranba járok. A kezetekben egy nagy erény aranyérem, s hódítsátok meg az egész nagy világot. A végtelenhez mérve semmi sem tökéletes. Az ember nyughatatlanul mégis mindig keres. Az örökös vándorút véget soha nem ér, s ha nincs gyökerünk, elvisz a szél. Az arcodat mindig a magasüssen, a szeret mindig a hátra kapott, a jó Isten hordozó, a puha tenyerén. Felkérem a balladó osztályok képviselőit, hogy kössék fel iskolánk zászlajára az emlékszalagokat. Hajnal Dóra és Zsilvernyi Norbert a 16. tanosztályból. A 16. B-osztályból. A 17.
Szentsár Klaudia a 12. T-osztályba. És az emlékezés pályára szalagot fejeztek el. Domag Zsófia a 13. A osztályból, Tudor Vivien és Szabó Dániel a 13. B osztályból, Márki András a 12. C osztályból, Tóth Vince István a 12. B osztályból, és Hajdú Sobor Csaba a levelező 12. B osztályból. A központi ünnepségen a város zászlajára iskolánk végzősei nevében szalagot kötött volna Bence Bóra 13. A és Szokó Norbert 12. D osztályos tanuló. Tisztelettel felkérném dr. Kovács Lászlóné intézményvezető asszony ünnepi beszédének megtartására. És osztályfőnökök. A ballagás olyan ünnep, amelyben egyszerre van jelen az emlékezés és a búcsú. Az útra hívás és az új iránti kíváncsiság. Magában a vonulásban a véges végtelenség és a majdani megérkezés reménye. A megérkezésig azonban rengeteg nehézségen keresztül verekednetek magatokat. Amikor a küzdelmet hívjátok, azért érdemes visszaemlékezni, hogy milyen ismereteket kaptatok, milyen lehetőségekhez jutottatok, és jó felidézni az első napok, a heteket, amikor ismerkedtetek egymással, kerestétek a tantermeket, és aztán egyre magabiztosabban kezdtetek mozogni a Kodolányiban. Kiérdemeltétek az első komolyabb dicséreteket, és az intőket is. Míg nem mára az iskola főszereplőjévé váltatok. És ballagásotok tiszteletére mindannyian ünneplőbe öltöztünk. Raktározzátok el az élményeket, amelyek az iskolához kötnek. A Kodolányi és napok forgatagát, a vicces megszólalásokat, a versenyek, a bajnokságok izgalmait, a feleletekben megtalált kapaszkodókat, az összenéző összetalálkozó tekinteteket, mert ezek az élmények, illetve az élmények tapasztalatai fontos építő elemei az ember személyiségének. A megszerzett tudást, illetve a kiformálódott készségeket, reményeim szerint eredményesen kamatoztatjátok a mindennapi életben, és sikeres teljesítményekre büszke felnőttekké váltok. Az élet nagy küzdelmei határozott értékrenddel, pozitív életszemlélettel megvívhatók, és ránk, tanáraitokra mindig számíthatok. Néhány kérdés még nyitva marad a szimbolikus felnőtté válásátok alkalmával. Vajon elégedettek lehettek? Lehetünk? A ballagási tarisznyátokban van-e elég útra való? Milyen jellegű tudásra lesz szükségetek a jövőben? A választ az elkövetkező évek fogják megadni,
hiszen számtalan próbatétel előtt álltok, amelyek közül először az érettségi következik. Az érettségi után jönnek a felsőoktatásban, illetve a munkahelyeken eltöltött évek, ahol majd ezek az igazi válaszok megszületnek. A kihívások egyik napról a másikra szaporodnak, és csak az az ember tud velük megbírkozni, aki megfelelő alapismeretekkel, szilárd értékrenddel, állandó megújulási potenciával és kellő kreativitással is rendelkezik. Iskolán mottója mindenki másban tehetséges. Mi alapelvként fogadtuk el, hogy az iskola akkor jár el helyesen, ha az oktató-nevelő munka közben közvetít értékeket úgy, hogy közben állandó, kreatív gondolkodásra készített. Nyitott mindenre, ami a diákjaink fejlődését segíti. Gondoljatok a kódós napokra, az osztálykirándulásokra, a tavaszi összművészeti fesztiválra, a sportversenyekre, a természet napjára, amikor a tantárgyakkal közvetlenül össze nem függő feladatokat oldottatok meg együtt, egymás képességeit kiegészítve. Az ilyen alkalmakkor sok esetben nem is az eredmény, hanem maga az együttműködés megtanulása volt a fontos, mert a versengés és az együttműködés kiegészítik egymást. Kedves Ballagó diákok, ne feledjétek, mi tanárok, soha nem hittük, hogy hibátlanul dolgozunk. Azt viszont igen, hogy lelkiismeretes, a tanulók érdekeit leginkább szem előtt tartó tevékenységgel, tanítványainkat becsületes munkára sarkaljuk, a tudás megszerzésére, megbecsülésére ösztönözzük. Az általatok megszerzett nyelvvizsga bizonyítványok, az előtt sporteredmények, a tanulmányi sikerek, a művészeti vetélkedők mind azt mutatják, hogy nem jártunk rossz úton. Kívánom, hogy a sikerek ne tegyenek senkit önerényükké, gondolkodjatok inkább a realitások talaján. Mi tanárok azonban önmagunkban mindig kevesebb vagyunk a sikerhez, hálával tartoztuk szüleiteknek is, akik még nálunk is többet tesznek értetek, azért, hogy sikeresek legyetek, és azért, hogy mosolyt lássanak az arcotokon. Gondoljatok bele, hogy amióta az első lépéseiteket megtettétek, mennyi áldozatot hoztak értetek, és hányszor segítettek át benneteket válságos pillanatokon. Tisztelt szülők! Úgy érzem azért, hogy a diákjaink ilyenek lettek, és ilyen lesz az életük, abban közös a felelősségünk. Kérem segítségüket abban, hogy az életükben tartós boldogságot tudjanak elérni. Tisztelt kollégák és osztályfőnökök! Elvennem bennünk ez a tanítványok, itt olykor múlékony bosszúságot, olykor haragot, de legtöbbször igaz örömet, önbecsülést, önigazolás tudatát, hitét adták nekünk. A szívünk köznőtt fiatalokat útra bocsátva nem tehetünk más, hogy folytatjuk a munkát, és újra erőt merítünk a tapasztalatokból. A mi megbízatásunk ezzel véget ért, tovább nem követjük a gimnáziumot, tovább nem követjük a fiatalokat. A cél most már az, hogy nélkülünk jussatok el a kitűzött eredmény eléréséig. Itt a gimnáziumra továbbra is megtalálhatók vagyunk, és mindig-mindig megkeresettek benneteket, ha biztatást, eszközt, útravalót vártok a jövőtökkel kapcsolatban. Kedves búcsúzó diákok! Én őszintén remélem, hogy mindegyikőtöknek sikerül megérkeznie oda, ahova vágyik. Fogadjátok útra való adi emberi sorait. Bár zord a harc, megéri a világ, ha az ember marad, ami volt, nemes, küzdő, szabad lelkű diák. Köszönöm.
Fejlőváronyunk a szívem, sorszámozott bronz emlékplakettet adunk át azoknak a tanulóknak, akik tanulmányaik során éveken át kitűnő tanulmányi előmeretet tanúsították. Felkérem az intézményvezető asszonyt az emlékplakettek átadására. Kispárk fennállása óta ünnepélyünkön Kodolányi plakettet 32-ként Cifra Regina 13. áosztályos tanulónk kapja. Molnár Evelin 13. áosztályos tanulónk kapja. Valamint 34-ként Hajdú Sobor Csaba levelező 12. B-osztályos tanulónk kapja. Az intézményvezető asszony emléktárgyakat ad át végző fiákjainknak tanulmányi és verseny eredményeikért, illetve iskolai közösségi munkájukért. Elsőként Lenger Panni, 13. áosztályos tanuló, az 5 éven keresztül elő kimagasló tanulmányi eredményért és példás szolgalmáért. Lippai Ildikó 16. áosztályból 5 éven keresztül elért kimagasló tanulmányi eredményéért, kulturális tevékenységéért és példás szolgálmáért. Major Kitti 16. áosztályos tanuló 5 éven keresztül elért kimagasló tanulmányi eredményéért és példás szolgálmáért. Mészáros Dorina 13. áosztályos 5 éven keresztül elért kimagasló tanulmányi eredményéért és példás szolgálmáért. Virág Sára 13. áosztályban kimagasló tanulmányi eredményéért és példás szolgálmáért. Kónya Tília, 13. B-osztályos tanulónak 5 éven keresztül elért jeles tanulmányi eredményéért és szolgálmáért. Szegleti Alettnek 13. B-osztályos tanulónak 5 éven keresztül elért jeles tanulmányi eredményéért és szolgálmáért. Székely Viktória 13. B-osztályos tanulónak 5 éven keresztül elért jeles tanulmányi eredményéért és szorgalmáért. Koncz Krisztiának 12. C-osztályos tanulónak a 4 éven át nyújtott kimagasló tanulmányi eredményéért és példás szorgalmáért. Márki András 12. C-osztályos tanulónak a 4 éven át nyújtott kimagasló tanulmányi eredményéért és példás szolgálmáért. Magyar Réka Zsófiának 12. C-osztályos tanulónak az iskola kulturális életében való aktív részvételéért és közösségi munkájáért. Szompó Norbert 12. D-osztályos tanulónak kimagasló tanulmányi eredményéért és példás szolgálmáért. Könyvjutalomban részesülnek a következő tanulók tanulmányi eredményéért, iskolai kulturális tevékenységért, osztályközösségért végzett munkájukért. Bence Dóra 13. áosztályos tanulónak az iskola kulturális életében való aktív részvételéért és közösségi munkájáért.
Danak Zsófia 13. A-osztályos tanulónak az iskola kulturális életében való aktív részvételéért és közösségi munkájáért. Varró Karolina 16. A-osztályos tanulónak 5 éven áthajtott kimagasló tanulmány eredményért és példás szorgalmáért. Fodor Vivien 13. B-osztályos tanulónak tanulmányi eredményért és az osztályközösségben végzett munkájáért. Hartal Eszter 13. B-osztályos tanulónak az osztályközösségben végzett munkájáért. Szalai Bence 13. B-osztályos tanulónak az angol OKTV-n elért eredményéért. Vörös Viktor 13. B-osztályos tanulónak az osztályközösségben végzett munkájáért. Paric Balázs 12. C-osztályos tanulónak az osztályközösségben végzett munkájáért. Dancsa Barbara 12. C-osztályos tanulónak az osztályközösségben végzett munkájáért. Bazsó Dóra 12. D-osztályos tanulónak az osztályközösségben végzett munkájáért. Fájt Zoltán levelező 12. D-osztályos tanulónak kiemelkedő tanulmányi eredményéért és az osztályközösség érdekében végzett munkájáért. Varga Andrea, levelező 12. B-osztályos tanulónak kiemelkedő tanulmányi eredményéért. Műsorunk végéhez közeledve kérem, hallgassák meg a 6. Székesfehérvári versenynek első helyezettjét, Hajdú Sopor Csabát, aki Reményik Sándor Viszontlátásra című versét adja elő. Mégis egy másik verset készültem, remélem megengedtem, hogy ezt előadjam nektek. Kicsit közöttem, hogy kicsit a mikrofon az. Úgyhogy ez egy Rebicki Gyula költemény lesz. Rebicki Gyula, diák élet. Vidulva bor között a férfi édenbe pillant a poháron át, és századszor is újra felidézi. Örökre elrepül diákkorát. Emléke most is melegen forr. Gondunk mi volt? Könnyű arany pihen. Midőn azt hittük a professzor csínyünket az orrunkról nézve. Nincs. Nincs menekvés a varástól. Szívéből még azt sem törölheti ki. Már tanárrá lőn a diákból. Mit egykor maga tűnt, most bünteti. Mulattunk minden tudományon, de nem vonzottak csak a részletek. Homérnál elnyomott az álom, a szép Helénáról letévedett. Tanultunk, mert Vénusz kívánta a ragyogó, a csillagászatot, s a delejesség szép lányok a tüzes szeméből egyedül hatott. Fárasztott néposz, Cicero, csak Ovidot kedveltük, s horácapót. Csókot hintettünk szép Didónak, görögül hajtogatva Agapót. A háromszögtől a hátunk most is borsodzik, úgy nem kellett. Csupán a színusz volt barátunk,
mert szép lányokra emlékeztetett. Nem verték csak úgy fejébe hiába azt a mitológiát. Ismertük Ámort, és nyilára is faradtunk, de hány kadenciát. Késsel bevéstük a batokba szívünk egyetlen hölgyének nevét, s kalasztert szívval a titokba, egymás közt zengettük dicséretét. Vége. Vége. Vagy ki tudja? Diák marad az ember, amíg él, peckéjét a sírik tanulja, nehezebbet folyvást a réginél. És ha majd bezárul ez az élet, az lesz csak a hosszú vakáció. Ha majd te hangzol síri éne, circum de derunt, a fa ajkairól. Kedves vendégeim, tájékoztatom Önöket, hogy a szózat elhangzása után az intézményvezető asszony az érettségivel kapcsolatos tudnivalókról szól diákokhoz, szülőkhöz egyaránt. Most már kevésbé ünnepélyes, de annál fontosabb dolog következik, és néhány csak az ismétlés miatt. Kétszor elkezdődik a érettségi. Közők is emelt szinten egyaránt. Akik emelt szintre mennek, azok feltétlenül vigyék magukkal a behívójukat, vigyék magukkal a személyazonosítójukat. Ugyanez igaz azokra, hogy középszinten kezdik meg hétfőn az érettségét, hogy a behívót és az azonosító, tehát személy azonosítására alkalmas fényképes igazolványt hozzanak magukkal. A középszintről beszélek a továbbiakban. Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, tehát az első 4 nap magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és angol 7:30-kor elkezdem a tájékoztatót az előadóba, tehát 7:30-kor már mindenki benne ül az előadóba, hogy végezzünk 3-4-5 és utána a tantermekbe várnak majd benneteket a felügyelő tanárok. Ne felejtsétek el, hogy minden tantárgy esetében vannak olyan segédanyagok, amiket használhatok, különös tekintettel a szótárakra, a nyelvi érettségnél, akár közép, akár emelt szinten, de a 4 jegyű függvénytáblára, vagy az atlaszra is egyébként.
Legyetek szívesek, szaktanáraitok számtalanszor elmondták, hogy milyen segédeszköz használható, és legyetek szívesek nem elfelejteni, hanem magatokkal hozni, mert ilyen példánkban nem tudjuk pótolni, mint ahányan vagytok. Én kívánok nektek most már a szülőkkel, családi esetekben hangulatos, barátságos, további szép napot. Köszönöm. Kérem végzős osztályainkat, hogy ünnepségünk végén a felhangzott dalra az iskola zászlaja után vonuljon a termeibe. Az osztályok levonulása után a vendégeink is felkereshetik az ünnepelteket.